Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm a stúdióba hívott két hadtörténész kollégát, dr. Ravasz István alezredes urat és dr. Horváth Csaba ezredes urat. A beszélgetésünk témája a magyar hadba lépés a Szovjetunió ellen. De ahhoz, hogy a magyar hadba lépést a Szovjetunió ellen megértsük, én úgy gondolom, hogy egy-két mondat erejéig érdemes 1941 tavaszára, márciusára, áprilisára visszatérni, hiszen 1941. április 11-én a Magyar Királyi Honvédség csapatai megindultak a szétesett vagy a volt Jugoszlávia területére. Hogy következett ez be? A jugoszláviai puccs nagyban megváltoztatta a térség helyzetét ebben a dologban, és mi nagyon jól tudjuk azt, hogy Németország szempontjából is döntő dolog volt ez. Magyarország szempontjából annyira volt érezhető ez a dolog, ez a 27-i puccs, hogy 28-án már, ahogy említettük, lezárták a határokat, háborús helyzet alakul ki a határon, nagyon agresszívek a granicsár alakulatok, akik elfoglalják megszállt erődítményeket a határszakaszon, és a későbbiekben érdekes események történnek, hiszen a 6-án meginduló német támadásnak azonnal érezhető nyomai lesznek a határszakaszainkon is. No, április 6-án megindul a német támadás, de magyar területről is. A honvédség csak 11-én lép harcba, akkor, amikor az előző napi horvát lépés alapján Jugoszláviát, mint államot már nem létezőnek tekintjük nemzetközi jogalany szempontból. Tehát április 7-én a jugoszláv királyi légierő magyar városokat bombáz. Szegeden például a múzeum előtt ki is állítottak a placon egy lezuhant vagy lelőtt bombázógépet, úgy kirakták szépen a roncsokat. De csak tavaly derült ki szegedi helyi kutatások alapján a vármegyei főszolgabíró jelentéseiből, hogy ezek a bizonyos aktivizálódott szerb granicsár, tehát határőr alakulatok szárazföldön is bejöttek magyar területre, és 7-én három, ma úgy mondanánk, határőröset elfoglaltak. Nem is ez a lényeg, mert hiszen ez nem volt nagy terület. Lényeg az, ahogy te is mondtad, Sándor, hogy szerb szempontból, vagy jugoszláv szempontból mindegy volt, hogy most akkor Magyarország, vagy nem, hiszen a németek magyar területről is támadtak. Magyarország szempontjából nem volt mindegy. Mert ennek ellenére vártuk ki a horvát lépést, hiszen a legfelsőbb honvédelmi tanács még április 1-én kimondta, hogy bizonyos három esetből az egyik az, hogyha Jugoszlávia megszűnik, mint nemzetközi jogalany. Mi csak akkor lépünk harcba. Ez történt meg. És 7-én mégsem ütöttünk vissza a jugoszláv csapatokra, tehát nem történt magyar lövés, nem csattant el magyar lövés. Tehát gyakorlatilag április 11-én indulnak meg a magyar csapatok, és azt lehet aztán mondani, hogy néhány hét alatt azt a területet, amerre lehetőséget kapott Magyarország, elfoglalják, visszaszerzik Magyarországnak. Hát részben. Részben. Igen. Mert ugye ott van megint a bánság kérdése. Tehát akkor, amikor a német felkérés megérkezik Budapestre, nevezzük felkérésnek, bár ez nem pontos kategória, akkor ugye elismerik a magyar területi igényeket Jugoszláviával szemben, amennyiben csatlakozunk a hadjárathoz, de ezt Budapesten úgy értelmezik, hogy ebben benne van a bánság is, mármint annak a jugoszláviai fele. De bocsáss meg, hogy közbeszólok, a románok is úgy értelmezik, hogy igen, nekik van joguk és okuk a bárságot megszerezni. Igen, pontosan, hiszen 1916-ban mind Szerbiának, mind Romániának odaígérték a bárság egészét. Nem véletlen, hogy 1919-ben francia csapatok vannak éppen Szegedig és Szegedtől délre egy függőleges, tehát északdéli irányú sávban. Megelőzendő a jugoszláv és a román királyi hadsereg egymás torkának ugrását, a franciák be egyik se kötött bele. És tulajdonképpen ez 41-ben annyiban ismétlődne meg, hogy Antonescu marsall, román kondukátor, tehát államvezér, nagyon is felajánlja a részvételét Berlinnek, hogy ő nagyon szívesen bekapcsolódna negyedik államként, hogy Németország, Olaszország, Bulgária, Magyarország a jugoszlávi elleni hadjáratba, és a németek éppen ezért nem kapcsolják be Romániát, tehát nem fogadják el Antonescu felajánlását, hogy nehogy véletlenül magyar-román konfliktus alakuljon ki, fegyveres konfliktus a jugoszláviai háború mellékvizein, illetve ezért van az, hogy a bánságot végül is német csapatok szállják meg, és egészen 44-ig ez így is marad, amikor a Vörös Hadsereg majd odaérkezik.
1941. májusának végére, júniusának elejére konszolidálódnak a visszacsatolt területen az állapotok. Nem is? Igen. Még egy dolgot azért pontosítanék az előzőek, nagyon fontos, mert félreértés van ebben a dolgokban. A magyar tervek hivatalosan 12-ei támadásra számoltak. Ez nagyon fontos. Igen. És akkor megkérdezhetjük, miért lett 11-én a támadás? Ennek két nagyon fontos oka van. Az egyik ok az, hogy a horvát önállóság ugye 10-én, de a legnagyobb gond az, hogy a magyar felvonulások lassan működnek a határa. Tehát a harmadik hadsereg, a Gorondi féle harmadik hadsereg nagyon lassan éri el a határt. A vasútvonalak terheltek, a kijelölt alakulatok nehezen tudnak levonulni a határa, ez az egyik. A másik pedig a magyar politika azt látja, hogy a hatodikán megnyomott német támadás hihetetlen gyorsan előre halad. Már Belgrádnál vannak, és akkor felmerül az a kérdés, hogy végig még lemaradunk erről a dologról. Tehát meg kell indítani a támadást lehetőleg minél előbb. És így indul meg majd 11-én az a támadás, amelyik sok elemet tartalmaz természetesen. Bár maradjunk annyiban, 4-5 nap alatt befejeződik azoknak a területeknek a Baranyai háromszög, a Bácskai területek, illetve még a Móra közel kapcsolatos dolgokat is meg kell említenünk, amelyek Magyarország szempontjából fontosak lesznek. És valóban, bár nagyon komoly, hát csetnik akciók vannak, legyünk őszinték, és az erőd vonalba lévő erők is a német támadás miatt valószínűsíthetően húzódnak vissza egy bekerítéstől fél, de ettől függetlenül helyi ellenállás van, és ez nagyon fontos, hiszen a veszteségek azért jelzik azt, hogy a békés területgyarapításokhoz képest itt most már azért veszteségekkel járó területgyarapodások vannak, amelynek aztán eredményeként, ahogy említetted, valóban igyekeznek elég hamar bevezetni a katonai közigazgatást, rendet tenni, bár még egyszer mondom, az akciók nem szünetelnek, szinte azt lehet mondani végig ezeken a területeken. De itt 41-ben, májusban már van egy nagyon fontos, vagy két nagyon fontos dolog is, vagy három, attól függ, hogy ki hogy nézi. Gyakorlatilag, ha nem is válik teljesen nyilvánvalóvá, de minden jel arra utal, hogy itt egy előbb-utóbb egy szovjet-német konfliktus lesz, és vajon ebbe a konfliktusba milyen szerepet vagy helyet kell elfoglalni a Magyarországnak? Magyarország érdekes módon nem szerepel azokban a tervekben, amelyeket mi Németország erre a hihetetlen gyorsan szörnyi. Egyetlen vonatkozásban, és ezt megint Hitlerre utalok vissza, hogy majd a meginduló dél hadseregcsoportot érelmezze. De ez nem katonai akció. Igen. És hát ugye itt megint előjön, ami az ember úgy átgondol, a katonai és a politikai vezetés közti különbözőség. Hiszen a Teleki Pált váltó Bárdosi László, én úgy látom, a Teleki féle most amennyiben lehet ezt még így nevezni ebben az időben, semlegességi politikát folytatná, hogy lehetőség szerint távol tartani Magyarországot a háborútól, és megerősödni, hogy a háború végén egy ütőképes Magyarország, vagy egy ütőképes haderővel rendelkező megnagyobbott területet Magyarország, ami közép-európai hatalomnak számít, hiszen ha belegondolunk, Szlovákia ilyen értelemben lényegtelen, Lengyelország nincs, Románia jelentősen meggyengült, Horvátország sem, az a jugoszláv királyság megszűnt létezni, és hát itt nem egyformán vélekednek, mert ugye itt Vertnek vannak elképzelései, vagy ajánlásai, így fogalmazik a miniszterelnöknek, illetve a külügyminiszternek. Vert több dolgot ugye kijelent a kis leírományaiban, el kell távolítani a kommunizmust a határainktól, stb. Stb. Ettől függően a politika érdekes helyzetet teremt. Én úgy gondolom, hogy ez a kivárásos politika egy kicsit inkább az, hogy a magyar haderő, ahogy te is említetted, megóvása nagyon fontos, és ezt megnézzük a későbbi években is, ugyanez lesz, hát a másik hadsereg is ugyanez lesz, ha kimennek a tartalékosokkal, tisztekkel, az eliterőket nem viszik ki. Tehát a magyar politika mindig abban van be, hogy a megszerzett dolgokat először is meg kell tartani, és majd a lehetőségek függvényébe kell ezeket a dolgokat tovább magunkhoz vonzani, már a területi dolgokra gondolok ebben a helyzetben. Én legalábbis így látom ezt. És ugye a katonai és a civil gondolkodásmód közti különbség, egyik sem jobb vagy rosszabb, vagy alacsonyabb, vagy magasabb rend, de a másiknál nem erről van szó, csak másként látják. Hát ugye Bert ezt látja be, amiről beszéltünk, és katonai rekrutálunk, és a katonai szövetséget, és menni kell, és harcolni kell, ott kell lenni a közös győzelemnél. Bárdosi viszont valamit próbál megtartani Magyarország politikai játékteréből. Ugye, ami Telekinek jobban sikerült, csak hát tudjuk, hogy a békés revízió lehetőségei kiapadtával, éppen a jugoszláv konfliktus kirobbanásának pillanataiban Teleki a saját életművét, a békés revíziót, a semlegességet, mint olyat látja összeomlani, és ezért is menekül az öngyilkosságban. Főméltóságú úr, szószegők lettünk gyávaságból, a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk, mert a mondva csinált atrocitásokból egy szó sem igaz. Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem. Hullarablók leszünk.
a legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. június 22-ének hajnalán Moszkva népe még gyanútlanul alszik, mikor a fasiszta haderők megrohanják a Szovjetuniót. És mi az első magyar reagálása a német támadás után? Az első magyar reagálások egyértelműen, hát, hogy köszöntik a támadást, ilyet is mondhatunk talán, úgy tűnne, hogy ez lenne a logikus lépés. Azonban nem biztos, hogy ez a logikus lépés ebben a helyzetben. Olyan óvatosan figyelnek erre az eredménysorra, hiszen június 22-től kezdődően Magyarország határai eléggé komoly gondban vannak ott a Kárpátok, és nem véletlenül az olyan feladatokat kapnak az ott lévő alakulatok, hogy le kell zárni a határokat, ez egyik Németország felől jövő kérés is. Ezért történik meg az, hogy kialakítják azt az erőt ott fönn, ugye Szombathely vezetésével majd, amelynek le kell zárni a határokat, mert azért a német haderő keményen tart attól, hogy esetleges szovjet mozgások történnek ezen a területen. De egy kicsit visszatérve azért ez érdekes és megközelítés, hogy a magyar közvélemény is hogy reagál erre a német támadásra. Ha csak a németet nézzük először, érdekes mondani, a németek nem úgy örjöngenek és nem úgy tapsolnak, hanem elfogadják ezt a támadást, tehát nincs az a eufórikus hangulat, mint például a francia támadásán 40 májusában. Ami talán az egyik leglényegesebb, vagy az én meglátásom szerint, hogy június 23-án Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Tehát tesz egy gesztus, mert ugye volt az, hogy mit kell tenni a németek felé. Én azt gondolom, hogy ez egy gesztus, hogy megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen akkor már azért, ha nem tévedek, ugye román csapatok ott masíroznak a németek oldalán, a finnekre, a szlovákokra és az olaszok hadüzenetére úgymond sem kell nagyon sokat várni. Sőt, a horvátok is már bagonyíroznak be, jó kis katonai erőt, de mégiscsak. Igen, ez valószínűleg egy olyan gesztus lehetett Berlin irányába, hogy noha mi nem indultunk meg veletek együtt, de ott vagyunk. Hát nyilván ugye a kormányzónak van egy későbbi levele, ha jól emlékszem, Adolf Hitlerhez, amiben úgy fogalmaz, hogy kormányommal megszakítottam a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Tehát a döntés, az én meglátásom szerint államfői döntés, és nyilván 1941. júniusában nincs olyan meghatározó politikus Magyarországon, aki egy kormányzói döntéssel vagy egy fölvetéssel szembe forduljon. Talán egy aktív Bethlen István próbálkozhatna, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerrel járna. Egyébként pedig a kormányzói jogkör az ezt jogilag is lehetővé tette számára. De a diplomáciai kapcsolatok megszakítása után nem sokkal jön valami, ami végül is Magyarországot hadba viszi. Kassa úgy szoktuk mondani, Kassa, Rajs, Rahó. Hát akkor Kassáról és Rahóról valamit, nem biztos, hogy megfejtjük a támadó kilétét. Nekem van feltételezésem, de hát nyilván nektek is. A én koncepciómban mindig az szerepel, hogy ilyenkor meg kell nézni, hogy az orosz fél mit tesz a háború első hetébe. Milyen reakciókat vált ki a német támadás. Addig hallgatok, hogy hasonló lesz a vélemény. Sikerülnek-e a német tervek, hiszen egy villámháborús koncepciót hajt végre a német hadsereg, aminek az egyik pontja a következő, megbontani az ellenség vezetési rendszerét. Ha sikerül, és azt mondhatjuk, hogy sikerül, akkor a Kárpátokban Magyarországgal szemben lévő orosz erők, és hihetetlen nagy pánik van, ezt ne felejtsük el. Nincs információ, ki támadott, ha ki támadott, milyen erővel támadott, milyen terepszakaszokat értek el, veszélyeztetve vagyok én az ott lévő erő, bekerítésből, stb. És aztán mit tud tenni ebben a helyzetben egy orosz mintájú hadseregnek a ott lévő parancsnoka, hát aki egy kicsit foglalkozott, hát ugye kinyitja a páncélszekrényét, előveszi a lezsírozott terveket, és azokat elkezdi végrehajtani. És mi van abban leírva? Az én koncepcióm szerint ez így működik, és abban mi van leírva? A következők lehetnek leírva. A szembe lévő útvonalakat, amelyen utánpótlásra támadni kell, lehetőség szerint a legközelebb lévő vezetési pontokat, ami azt jelenti például, hogy hadtest vezetési pont, és azért az elég közel van a határhoz, legyünk őszintén. Kassa hadtest parancsnokság. Pont erről van szó. Ezeket a területeket bombázni kell, vagy legalábbis meg kell szüntetni. Hiszen mit támadnak majd Kassán is? Hát a laktanyák, ugye postát, stb. Olyan terület, olyan helyeket, amelyek döntően befolyásolják a dolgot. Hát véleményem szerint itt az történik meg ebben a helyzetben, hogy a szovjet reakció egyértelműen az, hogy végrehajtva a parancsokat, az előremozgást gátolni, az ott lévő katonai parancsnokságokat kiiktatni lehetőség szerint a határ közeléből. Van egy dolog, ami megerősíti ezt a nevezzük úgy vélekedést, mert végül is berdönti bizonyíték a mai napig nem került elő, van viszont ami cáfolja. Ugyanazt. Ugye megerősítheti azt, hogy akkori repülőgépek hogyan navigáltak. Hát nem GPS-el, tehát nem látta, mikor lépi át az országhatárt. Ne felejtsük el, hogy 26-án Szlovákia már hadviselő fél.
Kassé és Eperjes közt 23 vagy 24 kilométer van, fölfele kirikítve 25. Eperjesen ott volt egy szlovák katonai repülőtér. Kassán pedig a magyar katonai repülőtér. Hát ugye ez a, bocsáss meg, ez a másik percemről, ami azt mondták, igen, hogy lehettek szovjet támadók, de tévedésből. Igen. De viszont van, ami ellene szól. Ellene szól az, hogy Kassát nem többször repülték körül, nem derítették föl, egyetlen rárepülésből precíziósan tudták bombázni. Ehhez viszont helyismeret kell. Megint csak a korabeli repülés technikát, ha figyelembe vesszük, helyismeret nélkül ezt így nem lehetett volna megcsinálni. Ugyanakkor a Körösmezői gyorsvonatot Rahó térségében szovjet vadászgép három meggépuskázza, tehát támadja. Felvonulás, utánpótlás, lövik a vonatot. Ez háborúban előfordul. De még egy dolog, azért nagyon fontos, hogy ez a 13 óra 8-6 perces támadásról van szó, de reggeltől nagyon sok-sok támadás, apró támadás van a magyar vonalak ellen. Tehát nem csak ez a Rahói vonat, vagy a Körösmezői felé menő vonat lövése, meg a bombázás, hanem több támadás is van adott térségben. Igen, a magyar hírszerzés ezek szerint elég jó információk, vagy jó elemzőik lehettek a mai szóval élve, hogy azt mondták, hogy várható, mert a logika az diktálja, hogyha nem is Magyarországot akarják elfoglalni, de itt egy ilyen helyzetben nyilván, mint ahogy utaltál a jugoszláv esetben, ahol a határszakaszon voltak fegyveres összetűzések, miközben nem volt hadiállapot a két ország között, itt is bekövetkezett, de itt mondogatom a hadiállapotot, és szeretném erre röviden visszatérnék, mielőtt a beszélgetésünket le kell zárni, és ezt azért teszem, mert évtizedeken keresztül hangoztatták és mondták, hogy Magyarország törvénytelen hadat üzent a Szovjetuniónak. De nem üzent. Én meg úgy látom, pontosan ez a lényeg. Magyarországon akkor érvényben lévő jogszabályok, többek között megint utalnék a kormányzói jogkörre, lehetővé tették, hogy amennyiben nem provokált támadás éri az országot, akkor az ország államfője, a kormányzó jogszerűen a nem provokált támadásra hivatkozva beállottnak minősíti a hadiállapotot, ismétlem beállottnak minősíti a hadiállapotot nem provokált támadásokán, és ezt utólag fogadtatja el a kormánnyal, illetve az országgyűléssel. Várdosi is így jelenti be az országgyűlésben, mégpedig a két ház együttesülésén, hogy beállott a hadiállapot. Hát kedves nézőink, itt azt kell mondanom, hogy 1941. június 26-án nem Magyarország támadta meg a Szovjetuniót, hanem fordítva. Vagy ennek milyenek lettek a következményei, és helyes volt-e az akkori magyar politikai és katonai döntés, hogy válaszul vissza kell csapni, és így tovább. Ez nyilván a történelem ismeretében fölvethető és vitatható, és azt lehet mondani, hogy ki kellett volna belőle maradni. A kérdés mindig az, hogy egy háborúban, ilyen geopolitikai helyzetben, ilyen katonai helyzetben, és egy feltételezett német győzelem esetén, ami eredményezheti adott esetben az addig visszatért területek elvesztését, lehetett volna másként dönteni, ezt nyilván a korabeli döntéshozók tudnák megmondani. Mi megpróbáltuk ezeknek a döntéshozóknak az esetleges motivációit valahogy körbejárni, úgyhogy köszönöm szépen Ravasz Istvánnak és Horváth Csaba kollégáimnak, barátaimnak ezt a beszélgetést. Remélem egy picit közelebb kerültünk ahhoz valamennyien, hogy miért is lépett Magyarország be a szovjet-uniói háborúba. A viszontlátásra!